Tamásiban Kólya Józsefet kérdeztük az elmúlt fél évről, és arról, hogy szerintem mi várható az év hátralévő részében az építőiparban. Jól érzékelhető talán minden kedves tévénéző által is, hogy a 2024-es büdzsé az nem a fejlődésről, nem a fejlesztésről, és főképpen nem azon financiális forrásokról szól, amelyek ezeket a folyamatokat támogatnák. Azt kell mondanom, hogy mi építőiparban és az építőipar operatív kivitelező részének aktív tagjai ezt elég keményen érzékeljük is. A jelenlegi piaci helyzetben vállalkozóként elengedhetetlen a tudatos előretekintés és a gyors alkalmazkodás a lehetőségekhez. A mai magyar büdzsé környezet az nem támogató, okvetlen és nem az előző évekhez megszokott mértékű támogatási rendszerrel tudunk ma dolgozni, vagy támogatási körülmények között tudunk ma dolgozni. Gondolatom szerint ez a 2024-es év már gazdálkodási szempontból így fog kifutni, és a 2025-es évben kezdődnek el azok a előkészítő jellegű tevékenységek, amelyek talán föl tudják pörgetni az építőipart is. Én ennél egy kicsit talán, ha szabad azt mondanom, optimistább vagyok. Én abban bízom, hogy mivel mi építőiparon belül a vízépítésben és a mélyépítésben is érintettek vagyunk, én abban bízom, hogy a második fél évben az agrárium által képviselt beruházási szakterületekben megindul egy kis mozgás. Az ügyvezető továbbá abban is bízik, hogy azok a lakástámogató, elsősorban a család, mint beruházó egységre vonatkozó rendszerek beindulnak, és ezek kereskedelmi és kivitelezői szinten is érzékelhetővé válnak, valamint kimozdítják az általa képviselt szegmest az állóvízből.